Olyan sok dolog van, aminek örültem volna, hogyha gimiben tanultam volna. Vagy legalábbis tanították volna. Például a mindennapi dolgokra előforduló reakció. Kommunikáció, prezentálás, tárgyalás technika, testbeszéd. Technikai dolgok, fúrás, faragás, kerékcsere. Egészségügyi téma. Mi van, ha valaki fuldokol? Mi van, hogyha így vagy úgy érzem magam? És elérkeztünk az egyik legfontosabbhoz, a pénzügyi intelligenciához. Mire költsek? Hogyan tudok spórolni? És ha már spórolok, hogyan fogok tudni majd lakást venni? Tök jó. Szia, szia. És egyáltalán hogy működnek a hitelek? Mi az az adózás, és hogy kaphatok kedvezményeket az én keresetemnek, munkámnak megfelelően majd? Ha olyan szerencsés vagyok, hogy marad egy kis pénzem, akkor az elherdálás helyett hogyan döntsem el, hogy hova fektessem be, és mit kezdjek vele? Nem befektetési tanácsa van szükségem, tanítsanak meg halászni. Én akarom kifogni a halat, és ehhez a tudás kell, hogy hogyan. Mindegyik témáról beszélni kell, de most az e-heti vlogban a pénzügyi intelligenciáról lesz szó, ugyanis részt vettem a KPMG-nél az Így dolgozunk mi rendezvényen, ahol a gimisek pontosan erről tanultak. Kezdjük el! Néha jó kimozdulni a napi szokásos rutinokból, és a mai nap ilyen lesz, ugyanis beletekinthetek valamibe, és nyilván ezáltal ti is. Induljunk el! Ez pedig egy teljesen őrült dolog, főleg nyáron, hiszen nyár van, Balaton, buli, minden este, utazások. Egy ilyen esetben mi a fenének dönti azt egy középiskolás, hogy ahelyett, hogy mindezt csinálná, inkább egy multi cégnek az előadó termében ül, és a pénzügyi tudatosságról, a pénzügyi intelligenciáról tanul. De tényleg, miért? Az Így dolgozunk mi az egy egyesület, és több cool vállalattal, nagyobb startupokkal, multikkal dolgozik együtt, egy cél érdekében. Hogy a gimnazisták tanulhassanak olyan dolgokról, ami nem része a képzésüknek mindennaposan, és mégis fontos lenne az életnek ilyen alapvető területei és dolgai. Ilyen a KPMG-nél való rész is, ahol Arányi Attila beszél a legfontosabb tudnivalókról a biztosítás, hitelezés, befektetések és adózás területén. Ezekről semmit nem tanultam én a gimi alatt sajnos, és ezeket az inputokat el fogják vinni a srácok, és délután pedig a saját projektjeikbe építik be. Na menjünk be! Már éppen elkezdődött. Pont szerencse, hogy itt van Liptai Gabriella, a KPMG-nek a marketing igazgató és kommunikációs vezetője. Mi is történik most? Hát most bekukucskáltam, éppen most indítottuk el az Így dolgozunk mi programot. Olyan cégek között a KPMG is itt van, mint a Skyscanner, vagy a Kaptár, vagy a Lofis, vagy a Prezi. Úgyhogy nagyon boldogok vagyunk, hogy ilyen neves cégek között ilyen fiatalokat vendégül láthatunk. Szerintem én be is megyek, megnézem, hogy mi történik. Okay. Vége is van a délelőtti sessionnek, és mert ez egy 4 órás etap volt, nagyon nehéz lett volna ott bevágni, de most itt vagyunk Attilával. Hello, szia! És megpróbáljuk nektek összefoglalni azt, hogy miről volt szó. Nekem ami a legjobban tetszett, az az, hogy Attila, te úgy vezetted fel ezt az egészet, hogy ahogy az életünk is szépen halad előre, úgy fontos a pénzügyi alapokat, utána akár a befektetés, biztosítás, hitelekről is beszélni. Miért így alakítottad ki az egészet? Hát egyrészt én nagyon fontosnak tartom, hogy ezekről beszéljünk, főleg a középiskolásokkal, hiszen ők még az életük elején járnak, igazából még csak most lesznek pályakezdők. Úgy építettem föl a témákat magukat is, meg az egész láncolatot, ahogy erről beszéltünk, ahogyan én a saját életemben is láttam, hogy jönnek egymás után a kihívások. Most vegyük sorjába ezt a 4 területet, de ehhez le fogunk ülni valahova. Az adózással kapcsolatban például arról beszéltünk, hogy ha valaki keres egy bruttó beért, abból hogyan lesz nettó, mennyi személyi jövedelemadót kell fizetni, mennyi társadalombiztosítási járulékot kell fizetni, a munkáltató mennyit fizet utánunk. Beszéltünk például arról, hogy a befektetési instrumentumok, célok megválasztásánál figyelni kell arra, kockázatok miatt, hogy mennyire hosszú vagy rövid távra szeretném befektetni a pénzemet, ezt át kell gondolni, mert vannak kockázatosabb befektetések, akár mondjuk egy tőzsdei befektetés, ahol a piac úgy alakul, hogy rövid távon ki kell vennem a pénzem, de lehet, hogy épp rosszul alakul, és akkor veszteséget szenvedek el. Tehát ezt beszéltük a fiatalokkal, hogy ezt nagyon-nagyon végig kell gondolni, mert itt lehet nagyot is nyerni, de nagyot is bukni. Hitelezésnél arról is beszéltünk, hogy hiába teheti meg az ember, hogy úgy érzi, hogy most könnyű hitelt fölvenni, fölveszem és akkor ebből megoldom az igényemet. Hogyha lehet várni, én arra biztattam mindenkit, hogy várjon, gyűjtsön még tőkét, gyűjtsön még önerőt, hiszen ha minél kisebb részt fedez valaki hitelből, középtávon, hosszú távon annál kevesebbet kell visszafizetni, annál kevesebb kiadása lesz ezzel kapcsolatban. A biztosításokról is beszéltünk, ezeket próbáltam a hitelezéshez kapcsolni, a hitelekhez kapcsolni, és arra rádöbbenteni őket, hogyha már mondjuk van autó, lakás, család, és mi vagyunk a főkereső a családban, részben vagy egészben, a legnagyobb részben mi fizetjük a hitelt, és velünk történik valami, kiesünk a munkából, egészségkárosodás, vagy ne egy Isten meghalunk, ezt a hitelt megörökli valaki, a családunknak valahol lakni kell, és ezért is érdemes biztosítást kötni, biztosításban gondolkodni, hogy ez a kockázat le legyen fedezve. Attila, nagyon szépen köszönöm ezt a kis kitekintést, hogy összefoglaltad a dolgokat. Én most megyek, keresek pár diákot, meg ez nagyon okay, gondolnak. Köszönöm. Szia! Szia! Lizával vagyok itt, aki nem elég, hogy a hekkezés, a balatoni nyár helyett 4 fal között tanul, de nem is elsőre, és az egész nyarát már hanyadik alkalommal alakítod el köré? Harmadik alkalommal. Miért? Miért jössz el folyamatosan? Igen, ahogy említetted, tavaly előtt voltam először, és most harmadjára is eljöttem. Azáltal, mert a gimiben egyszerűen nem tanítják meg azt, amit itt meg tudok szerezni. Hogy el tudunk jönni a KPMG-hez, hogy benézünk közösségi irodákba, és ott meg tudjuk tanulni azokat a soft skill-eket, ami a magyar oktatási rendszer keretein belül nem elsajátítható. Nekem nagyon kellettek volna ezek a dolgok, és folyamatosan mai napig is szedem fel ezeket. Mi az, amit a mai napból tanultál? A mai napon a pénzügyi tudatosságról volt szó, és ezt biztos, hogy kamatoztatni tudom azért, mert a Corvinus nemzetközi gazdálkodás szakára jelentkeztem. És ugyanúgy beszéltünk az adózásról, a hitelfelvételről és a befektetésekről is, amik meg a személyes életutam során is majd szükséges lesz, de emellett megtanultuk azt is, hogy egy vállalkozásnak milyen feladatokat kell elvégeznie. Mindezt gimiben, még az egyetem előtt, hát én nagyon messze voltam ettől ennyi idősen, hogy nagyon király. Igen, annyira hálásak vagyunk, hát ezért is térünk vissza. Ennyi. A hideg kiráz, annyira jó ez a téma, de még tartogatok nektek egy meglepetést, mielőtt a konklúzióra rátérünk, úgyhogy... Igazából valószínűleg tényleg tudatos vagyok, szóval olyan értelemben, hogy ahogy a főzésben, alapanyagok kapcsán tudatos vagyok, ugye ez a pénzügyeimre is kihatott, olyan értelemben, hogy nem költök hülyeségekre. Tehát pontosan tudom azt, hogy hova szeretnék eljutni, és pontosan tudom azt, hogy ehhez milyen út vezet. Egy példa. Az első fizetésem óta mindig a fizetésem x%-át félreteszem, az biztos, hogy megtakarítok, és ezért tudok nyugodt lenni, és ezért merek vállalkozni, mert mindig van hova visszanyúlnom, és nem egyik napról a másikra élek. Egy életmódbeli változás is ugye pont ezt tudja hozni, hogy azzal, hogy odafigyelsz, azzal, hogy sportolsz, hogy táplálkozol, minden, ez kihat az egész életedre, így nyilván a pénzügyekre is. Abszolút, tehát a tudatosság az minden szempontból tudatosság. Tehát nincs olyan, hogy csak a sportban vagy tudatos, akkor biztos, hogy tudatos vagy az egész életed kapcsán, mert akkor tudod, hogy mi a helyes. És pontosan tudod, hogy az a helyes, hogy nem szórod a pénzt, pontosan tudod, hogy az a helyes, hogy hogyan étkezel, pontosan tudod, hogy a család az mennyire fontos, tehát tényleg a tudatosság ilyen szempontból mindennel összefügg, és baromira elkeseredett vagyok amiatt, hogy valahogy a közoktatásban, meg az oktatásban nem mindig a legfontosabb dolgokról beszélgetünk. Tehát én dühös vagyok amiatt, hogy én nagyon keveset tudok. Keveset tudok a gazdaságról, keveset tudok a pénzügyekről, és én úgy érzem, hogy ebből a szempontból én picit elmaradottabb vagyok, ami a gazdasági és pénzügyi ismereteket illeti. Én nagyon imádtam, hogy helyet tanulunk a suliban. Én is imádtam volna, már csak azért, mert sokkal bátrabb lennék, és hogy egy olyan országban élhetnénk, ahol mindenki bátrabb, ahol a pénzügyekkel mindenki tisztában van, akkor szerintem bátrabban költenek, bátrabban alkusznak ki fizetést, fizetésemelést a munkáltatójuknál, és valahogy minden jobban működne. De mindentől félünk, nem ismerjük ezt a világot, és sodródunk mindentől, és szerintem sok minden ide vezethető vissza. Na, pörögjünk tovább. Mit tehetnék hozzá még ezután? Igazából kettő dologra gondoltam. Az egyik tanulság szerintem az, hogy attól még, mert valami nem áll rendelkezésünkre, nyugodtan utána mehetünk, és mi megteremthetjük magunknak. A másik pedig felétek egy kérdés. Tetszett ez az edukatív oktató formátum? Hogyha igen, és szeretnétek, hogy még csináljak ilyet, kérlek kommenteljetek, lájkoljátok a videót, és ha most találkoztunk először, ne felejtsetek el feliratkozni, következőbe találkozunk. Sziasztok!